Köszöntöm a kedves nézőket, a Hálózat TV valamennyi kedves nézőjét, és most lefényképezkedünk, hogy mindörökre meglegyünk. Köszönjük szépen, hogy ebben a csodálatos épületben forgathatunk, a Budapesti Nemzeti Színház művész büféjében. Köszöntöm a törékeny fiatalembert, Szilárdi Jánost, akit majd Csurinak fogok csak hívni. Nem is tudom, mit írhatnék én a te névkártyádra. Testépítő, életművész, bungee jumpingos, televíziós szakember, vagy mi legyen? Hát igen, végzettségem szerint ugye informatikus vagyok. Hát szerintem minden informatikus tök úgy néz ki, mint te. Én egy tipikus kockafejű informatikus vagyok, igen. Mindig, mikor elmondom, hogy mit csinálok, meg hol dolgozok, akkor megkérdezik, hogy a biztonsági szolgálatnak az oszlopos tagja vagyok-e. De amikor legutóbb találkoztunk 10 évvel ezelőtt, hát akkor sem, hogy mondjam, voltál még így... Nem, 40 kilóval könnyebb voltam körülbelül. 40 kilóval? Abból gondolom 39 csak izom. Hát igen, valószínűleg, remélem. Testépítés, ugye ezt úgy hívják? Testépítés. Bodybuilder? Hát bodybuilding, testépítés magyarul, igen. Ez nem az erős sport, hanem az esztétikai sport. De várj, az esztétika az a szépség. Az a szépség. Hát igen, hát az izmos akkor test, a kidolgozott. Hát nem, te a magad módján vagy szép. Hát kérlek szépen, azért mondtam ki ilyen bátortalan, hogy felfújva, mert hát most figyelj ide, ugye belőled van kevesebb. Mármint a testépítőből. Hát nézed az embereket. Tehát... Persze, mert ez nagyon sok munka, meg kitartás szükséges, és nagyon sok fájdalom, és nagyon azt sok lemondás. Hiszem, néztem néhány, a weboldaladon néhány ilyen edzési napot, hát ez nem semmi. Kicsit térjünk vissza az elejére, ez neked valami fajta, nem is pótcselekvésnek mondanám ezt, hanem tehát a Csuri ellentéte? Tehát, hogy ilyen kis vézna gyerek voltál, és gondolod, hogy most akkor ezt, tehát bárkiből lehetne ilyen? Bárkiből lehet. Nem kell hozzá adottság sem. Hát kell hozzá adottság ahhoz, hogy verseny is jól tudjon szerepelni valaki, ahhoz kell, hogy meglegyen az a genetikai adottsága, az a test felépítése, hogy olyan arányokkal tudjon rendelkezni, ami szükséges ahhoz, hogy bajnok lehessen. De egyébként ezen kívül nagy darab bárki lehet, mert a recept az ugyanaz, nagyon sokat enni, meg nagyon sokat edzeni. De hogy kezdődött ezzel? Ne haragudj, mert hát azért más ember is edz. Hát igen. Mi történt? Én már de nem sajnálkozom, az a kérdés, nem irigykedve. Nekem ez általános iskolában kezdődött a sportolás, csak akkor atletizáltam. Aztán akkor megszűnt, mikor elkezdtem dolgozni, akkor valami hiányzott, akkor elkezdtem ugye ezt a remek deep jumpingot, meg a barlangászást, meg a sziklamászást. Aztán egy kedves kollega lecsalt az edzőterembe. Ez 11 évvel ezelőtt volt, és én ott ragadtam. Tudtad, mikor legelőször lementél, hogy majd megváltozol? Érted? Tehát nem. Most már nem azt mondod, eldeformálod, de nem. Mert, szóval hát ez, mert most így pólóban meg tehát egész normálisan nézel ki. De hát amikor olyan be vagy kenve csokoládéval, és a féle, hát figyelj ide, egy gyerekre ránézel, ez megáll a fejlődésben, ugye, ez rettenetes. Azt már nem értem. Nem, én ezt az egészet csak azért kezdtem el, mert az nagyon sok volt, hogy egész nap ültem az irodába reggeltől estig, és semmi testmozgás nem volt. Ha most meg nem tudsz számítógépezni, mert rájössz a billentyűt, hogy szétrepet. Olyan ingerem volt valamilyen mozgásra, és szükségem volt rá, mert hát megszoktam, hogy egész életem során mindig mozogtam, vagy sportoltam, amit is kellett valami, amit csinálhatok. Aztán, hogy így elkapja az embert a gépszíj, és akkor már a teremben így motiválódik, és akkor úgy érzi, hogy na most akkor egy kicsit többet, kicsit nagyobb energiát fektetünk bele, kicsit több izmot vigyünk fel, vagy kicsit formásabbak legyünk. Aztán akkor két évvel ezelőtt döntöttem, hogy akkor adottság csak kell hozzá, nem? Hát én hiába megyek le gyúrni, érted? Ahhoz, hogy te neked olyan, úgy nézzél ki, tehát hogy ez milyen, meddig jutottál el? Tehát milyen versenyeket nyertél meg? Hát most magyar bajnok vagyok, azt nyertem meg. Ez volt életem első versenye. Ez igen. És mondtad nekem, hogy amikor beszéltünk ugye interneten, hogy kicsit le vagy passzolva, ez az?
Igen, igen, ja, igen. Jó. Hát most a verseny. Én viszont jó vagyok. November végén volt a verseny, és azóta én nem voltam konditeremben. Tegnap kezdtem el edzeni, 3,5 hónapig. Súlyzóval se néztem, nem, hogy hozzányúltam volna. És most tényleg, ne izgulj, nem kérem majd, hogy vedd le a pólódat, majd a végén, amikor fényképezkedünk, hogy lássák, hogy azért mégis csak én nézek jobban. Ezt most mennyi idő alatt tudod visszagyúrni megint ilyen csoki Michelin figurára? Tehát tudod, amikor... Hát az izom az hamar emlékszik, az egy 2-3 hónap alatt testtömegbe ugyanott leszek, persze. Csak nem leszek olyan definiált, persze, mert csak a versenyre írja az ember azt a definíciót. De most mész tovább még? Hát most egy magyar bajnokság csak nem, csak világbajnoksági csak elmegyünk. Hát terve van véve, így van. Külföld? Hát, láttak már? Külföldön még nem láttak, de hát a interneten... Rögtön lehetőségeim azok adódtak, mert szponzorok azok álltak sorba, hogy menjek tovább, meg versenyezzek. Hát ide is párat, de tényleg elkezdek gyúrni, hallott, hogy ez így megy. Na jó, igen. De hogy... így mondták, hogy szeretnék, hogy versenyezzek, és akkor esetleg az őszíneikbe is folytassam, mert hát elsőre rögtön magyar bajnokságot sikerült nyerni. Olyanokat nyomtál le, vagy hogy mondják ezt, akik már régóta tartották a magyar bajnoki címet? Vagy persze. És akkor mi van nálatok, hamar befogadnak? Vagy aztán maradjál már Csúriát, nem? Hát igen, ilyen meglepetés ember voltam, mert nem is volt róla szó, hogy én készülök. Tehát én nem is tudta senki, hogy megyek, csak én így oda mentem a verseny napján, föliratkoztam, levettem a ruhámat, és hogy megdöbbentek. Tehát így jöttem a semmiből ismeretlenül, mert általában az egy jó úgy szokott menni, hogy az ember elkezd 70 kilóba, aztán 80 kilóba, én meg oda mentem, 110 kilósan fölálltam a színpadra nehéz súlyba rögtön. Valahogy így kezdhette a Schwarzenegger meg a többiek, nem? Hát ők is a kicsiből kezdték és mentek végig. Aha. Én ilyen későn érő típus vagyok, meg általában... Miniszterségi meg ne álljának, kormányzóság. Ilyen motiváció. Miniszterelnök ne legyen, az nem jó álmos, nem divat. Szabad olyat is kérdezni, amire úgyse válaszolsz? Próbáld hát meg. Én nem hiszem, hogy mit tudom én, ropit eszel meg. Nem. Tehát hogy mondják ezt a... szteroidokat, vagy nem, tehát szedni, vagy minek hívják ezt? Hogy hát ne kell ahhoz, hogy az ember, ahhoz, hogy az ember érvényesüljön. A fekete laci mindig azt mondja, bocs, hogy ne felejtsd el, hogy a fekete laci mindig azt mondja, hogy ő aztán csak pulykahúst, meg sonkát, meg csirke, nem tudom. Lehetne, tehát így nézhetnék, hogyha szabályos lennél? Hát ahhoz, hogy egy nyers paraszti ereje legyen, ahhoz elég, hogy annyit eszik, mint egy ló. Uh-huh. Meg neki pont megvannak ahhoz az adottságai, mert tényleg ilyen iszonyatos erő van benne, és ilyen iszonyatosan sokat tud enni, tehát olyan, mint egy kazán, csak így pakolja magába a kokszot. Ő erősebb, mint te, ugye? Hát persze. Hát ő erős sportot. Igen, hűz. Igen. Jó, ez csak a kóstolgatás volt. Igen, tehát biztos kell inni hozzá ilyen pohárba. Persze, kell. Kellenek ezek a táplálékkiegészítők is. Tehát elég drága egy napot gondolom, amikor meg, hát igen, meg hát persze, ahhoz, hogy az ember érvényesüljön, olyan dolgokhoz is kell nyúlni, amiről nem beszélünk. Ezt táplálékkiegészítőnek hívjátok? Igen. A táplálékkiegészítő, amit megeszünk, mert megiszunk. Amit beszúrunk, az nem az. Te is ez szabad? Nem. Értem, jó, köszönöm szépen. Értem. És hogy is mondjam, nem félsz, hogy tehát majd lesz tőle bajod? Hát én próbálom olyan minimálisra szorítani, hogy ne legyen meg. Én folyamatosan orvosi kontroll alatt voltam, tehát így havonta egyszer vérképet nézettem, mert pontosan én is tartottam ettől, hogy nehogy valami problémám legyen. Tehát én próbálom észre megközelíteni a kérdést, hogy azért ez, később ne lássam kárát. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő megpróbál hasonlóképpen kinézni, mint te, de aztán nem használ semmit, csak gyúr, mint az állat, az nem érheti el ezt, ugye? Hát tehát, akkor hogy ekkora testtömeggel ilyen szálkásságot biztos, hogy nem lehet elérni. Csak táplálékkiegészítőkkel. Uh-huh. Sajnos. És most neked mindened olyan, ami a ti nagykövetekben meg van írva? Hát akkor a versenyen olyan volt, tehát aha, így arányaiban meg. Akkor úgy jó volt. Tehát ahhoz a testtömeghez, ahhoz arányos volt a megedik. És ezt nem zavar, aki mész a strandra, akkor nem a barátnődet nézik? Nézik azt is. Miért gondolod? De nem azért, ez nem az esélyeid, miért csak hát így azért... nézik. És vagy így. Aha. Ez körülbelül. Te kinézeted, mikor nagyon föl vagy a hogy mondjam, a kellemetlenség határa súrolja, tehát mikor kimész emberek közé gatyába mondjuk.
Hát megnéznek. Mi van jársz, egy csador, vagy mi van? Meg jól nézünk ki egymás mellett, mert ő ilyen 155 centis és 41-2 kilós, úgyhogy csak háromszor akkora a tömege, mint az övé. Hát szerintem, mikor versenyez, akkor viszed, nem? Tehát akkor nem kell gyalogolni, akkor viszed magaddal. Meg azért ilyen kicsi a barátném, hogy még mutatósabb legyek. Értem, tényleg, hát persze. Hát nem mondogatják, hogy azért mutasd meg, tehát hogy feszíts, de érted, mert mondtad nekem, hogy te aztán nem vetkőzöl. Nem, ilyenkor szezonon kívül nem. Értem, tehát, ahogy te most kinézel, az már ciki, nem? Hát le vagy passzolva, ugye? Hát igen, mondjuk ezért roppantú hülyének is néznek folyamatosan a barátaim, mert én mindig sírok, hogy jaj, hogy nézek ki, jaj, hogy nézek ki, te hülye vagy, te nem is úgy nézek ki. Más, szerintem azok, akik ezt a sportot űzik, azoknak nem jó az én képük. Tehát amit látsz a tükörben, mint egy anorexiás vagy bulémiás. Hogy... Azt ugye tudod, hogy ne tudnád, hogy ezt vagy csinálod óvatosan nagyon-nagyon sokáig, vagy most neked kinyúlt a bőröd, vagy mi? Hát ezt csak abba hagyod, nem majd? Akkor mi lesz? Hát egyelőre nem tervezem. Hát azért még 74 évesen járok el, te csokszasz körbe a 150 centis barátnőd mellett, akkor csak abba hagyod. Akkor már valószínű, hát majd akkor így lóg rajtam, de hát a kövéreken de is. De tényleg, hogy vannak? Hát csak utána nézte, hogy vannak azok, akik abba hagyták. Amennyire láttam ilyen... Nézz utána! Öregek azok nem néznek ki olyan rosszul. De nem azt mondtam, hogy rosszul, hanem hát... Na, akkor úgy, meddig lehet majd... Most hány tonnát emelsz meg egy edzésprogram alatt? Te például. Nem számoltam még igazából. De beszéljünk kapuszámokkal, mondjuk 15 tonnád? Hát annyit simán. Na, hát ugye? Annyit simán, sőt. Mert én is eljöttem vele, onnan gondoltam, hogy neked muszáj legalább annyit. Hát csak azt számolod, hogy fekvenyomás, és akkor mit tudom, 100 kilóval ilyen 14-15-ös sorozatokat csinál az ember négyet, akkor már hát Unozó Szabolcs, ez többet nyom? Hát persze, hát a világbajnokok azok ilyen 300 kiló fölött nyomnak. Na, hát én 200 kiló fölé nem megyek fekvenyom, mert pont ez az, hogy ezt mondom, hogy én az esztétikai sportot űzöm, nem az erősportot, mert szeretném, hogy az izületeim 20 év múlva is izületek legyenek. Na ezt, hogy akkor mondjuk te most vagy, tudom, 20... 31. Na hát 31, oké. Okay. Jó, persze te nem lesz ráncos, mert tiszta izom vagy, hát az ember nem tudja persze eldönteni. Főleg mikor éppen testemeget növelek és akkor a fajam van, akkor nagyon tényleg, szépen kisimul a bőröm. Na mindegy, gondolom, hogy lejjebb, de azért mindig fogsz. De várjál, te szerinted egészséges vagy? Nem fáj semmi. Tehát úgy szervileg se fáj semmi. Uh-huh. Meg orvosilag, elméletileg a vérképen alapján teljesen egészséges vagyok. Lehet te 130 kilós bajnok is? Tehát, hogy még 20 kilót magadra tudsz esetleg? Az a célom. Ezt komolyan mondod? Igen. Te már példaképnek számítasz egyébként? Jönnek új na? Hát akármilyen vicces, igen, ilyen közösségépítő oldalon. Annyian megkerestek a verseny óta, hogy felnéznek rám, és így írtam nekik, én nagyon szépen köszönöm, de túl sok bizalmat fektetnek belém, én is ugyanolyan ember vagyok, mint ők. Élem a hétköznapjaimat, dolgozok, a testépítés a hobbim. Tehát így megnyertem egy versenyt. Ez bárki megcsinálja. Egy magyar bajnok, se tényleg mindegy egyébként, nem egy nagy dolog. Igen, és akkor tanácsolod nekik, hogy tehát ez lehet, mondjuk lehetne egy csúri magániskola ebből? Hát igazából jó tanácsokat próbálok nekik adni.
akik kikérik a véleményemet, hogy azért az egészséges keretek között csinálják. Van mondjuk hozzátartozód, unoka öcséd, és ő mondja, hogy Csuri, csinálja meg, akkor te mondod, hogy igen, csináld, ez tök jó. Vagy azt mond neki, figyelj, hagyd a fenébe, egy családban elég egy ilyen, nem? Mert hogy azért csak azt, hát azt, hogy mozogjon, azt, hogy mozogjon, azt mindenképpen szorgalmazom bárkinek, akár rokon, akár barát, vagy így, aki megkeresett. De azt, hogy csak akkor nyúljon olyan szerekhez, amit egyébként nem használna, hogyha annak tényleg olyan értéke vagy eredménye van. Tehát én, hogyha nem versenyeznék, biztos, hogy nem nyúltam volna ilyesmihez. De muszáj volt, mert egyébként az ember nem érvényesül az élsportban. Azt mondod, hogy mondjuk ahogy most kinézel, azt egy normális testépítő meg tudja így tartani, anélkül, hogy napi 6 órát legyen, nem vagy hetet? Ahogy most kinézek, az simán. Simán, mi? Jaj, szegény, tényleg úgy sajnálok, amit tud folytatni a műsor. Tehát ez most lejön, le vagy putyam, vagy jó. Muszáj a női nézők miatt megkérdeznem, hogy a lányok, tehát hogyha írnak levelet, vagy hát hogy viszonyulnak, hát ezt a barátnőd úgyse hallja, és nem néz innen a jobb kezettől 40 centire. Hogy van ez? Tehát ez egy nőnek divi? Tehát tetszik, hogyha egy fazon ennyire erős? Tehát hát, tudom, barátnőt bólogat. Azok a lányok, akik ezt szeretik, azok megtalálnak, persze. Tehát persze, hát ezek azok a végletek, amikor már jönnek az emberhez azok a lányok, akiknek ez tetszik. És tehát ugyanúgy, hogy a vékonyat szereti valaki, akkor látja, hogy... Na várjál, a vékony, melyik, hogy érted? Hogyha valamelyik lány a vékony pasikra bugik, akkor azon rögtön látod, hogy az a vékonyakra bugik. Ha valaki meg a te méreteidre, a vastagra, akkor meg látod rajta, hogy így csöpög a nyála, hogy... Istenem, micsoda vastag ember. Neked mi a véleményed? Épp most nemrég láttam egy ilyen filmet a testépítő nőkről. El tudnád magad képzelni, ugyanilyen nővel az utcán kézen fogva? Isten ments. Miért? Hát az milyen? Ő is kemény, én is kemény, lepattanunk egymásról. Hát dehogy, na de tényleg. Meg akkor, hogyha én keményet fogdozok, vagy szeretnék fogdosni, akkor inkább magamat fogdosom. Hogy egy nőben inkább azt szeretem, hogy valami puha, finom, kecsesség, nem, izom van rajtam elég. Hallod, lepuházott, mindegy, nekem csak mondom, hogy izom. A barátném az legyen nőies. De azért, akkor te férfias vagy. Hát igen, egy izmos nő az férfias. Hát izmos, értem, hogy az is férfias. Értem. Pedig én látom magam előtt, mikor tudod, két barna csoki megy a Váci utcába a fehér sortba, és mentek ugye egymás mellett. Amikor kizavar a konyhába, hogy a te főző vacsorát. Igen. Azt nem jó. Persze, ez elkerülhető, világos. Csuri, ne csináld ezt nagyon sokáig szerintem. Nem szeretném. Ugye? Nem szeretném. Igazából egy nemzetközi versenyt szeretnék megnyerni, vagy EB, vagy VB. Azt, mikor azt megnyered, akkor megmondod, hogy na jó van, Bence, abba hagyom. Azt egy világbajnokságot megnyerem, és akkor tényleg abba hagyom. 20 év múlva ugyanígy fogsz nyomkodni. Á, Isten meg. Hány órát kell ellened, amikor versenyre készülsz? Ezt még mondd meg, Léci. Naponta. Hát másfél és kettő és fél között. Attól függ, hogy milyen izomcsoportot edzek. Nem, kettő és fél hát a maximum. Normális ember is annyit edz. Hát, én annyit edzek. Nem kell sokat edzeni. Nem? Nem. Csak annyi stimuláció kell az izmoknak, hogy az meg legyen mozgatva, és akkor ott megvan az a hiány, hogy utána, amit eszik az ember, az oda töltődik be.
válaszolsz még egy kérdésemre, adok ajándékot. A lányok megfogják, hogy miért nem kérdezte meg. Hogy is kérdezem, mindened ilyen izmos, érted? Hát a... Te bologató barátnőt, akkor gondolom nem vinnéd másképp haza. Tehát érted? Tehát, hogy... Mindenem ilyen izmos, és működik is mindenem, túl jól is. Dicsekedj azért, ez a várjál csak. És van akkor... Tehát azt mondod, hogy, tehát, hogy mondjam, tehát van olyan, amivel lehet edzeni a mindenedet? A füled is izmos? A sportos inkább. Tudod, milyen utána a füled, farhad, mindegy, na. Szóval azt mondod, hát, hogy azt nem tudom, hogy izmosabb lett. Súlyzót szoktál rá tenni, így kérdezem, tehát nem. Nem tudom, hogy izmosabb lett, de a méretben változott. Gondolom jóval kisebb lett, ugye igen. Minden főhúzódott. Összepottyant, akkor... nem. Jó, na jó, nem bántunk tovább. Csuri, hajrá! De köszönöm. Én nem tudom, én féltelek, halál komolyan. Tehát ahogy megnéztem a képeket, meg a nézők is látták, hát ez már nem normális. Szóval én nem bánom, csináld tőlem, de kicsit irigykedve mondom, mindegy. Így jobban nézel ki. Villányi Borász barátom jó voltából egy bokküvé, néhány hangzóanyag, Marotvik és a Nova Kultúr zenekar, Demién legutolsó lemez a Demién 60, és Kovacs a Torok fogad szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. Büszkén viselem a barátságodat, csak kicsit aggódom. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Szia. Az életünk része lett. Egy hely, ahol előttünk hever a világ irodalma, a tudomány legjava, a zene és a művészetek kimeríthetetlen tárháza. Az Alexandra utat nyitott ön előtt, hogy a legegyszerűbben jusson el a Gutenberg galaxistól a Neumann galaxisig. Járt már nálunk? Az ország bármely pontján megtalál bennünket. Cicero szerint egy szoba könyvek nélkül olyan, mint a test lélek nélkül. Mi is így gondoljuk. Hadd segítsünk önnek! Alexandra könyvesboltos. Jujjujj! Hé, kollega! Félre az útból! Békák! Megjelent Marótvik és a Nova Kultúr zenekar Egy kicsi mozgás című harmadik hanglemeze. Váljék egészségükre! Kávé nem egy ital, szenvedély. Espresso perfetto. Az életben vannak egyértelmű dolgok, melyekben bízhatunk. Mi abban hiszünk, hogy a minőség és a szépség együtt teremtenek értéket, és kísérnek akár emberültőkön át. Az otthon, a biztonság és a harmónia nálunk egy téglában öltött testet, és így került az élet egyértelmű dolgai közé, hogy aztán az önbizalmát szolgálja. A jót nem nehéz kiválasztani. Baranya tégla. Kezdje a jövő évet Unión kötelező autóbiztosítással. A kedvező díjak mellett az Unión biztosító minden egyéni kötelezős ügyfele repülőjegyet kap ajándékba. Számoljon velünk! Unión biztosító. Csak nyugodtan! Az ízlés tesz különbözővé minket. Mégis vannak dolgok, melyek minden ember számára ugyanazt jelentik. A villányi dombok lankáin termő zamatos szőlőnedűje és egy fenséges lakoma hasonló gondolatokat ébreszt minden ínyencben. Villányban, a hordóborozóban, a pincesoron mi arra kérjük Önt, hogy hagyja hátra a mindennapok mostoha szürkeségét és a teremtés nagyszerű eszközeivel kényeztesse el Önmagát. A legnagyobb magyar slágerek és egy fantasztikus hang. Kovacs, a Torok. Szeress nagyon! Alexandra.
Minden, ami könyv. Értékeinket az LDS vagyonvédelmi KFT rendszerében óvjuk. A Bence Show-t a Tracker Security védi. A Best of GSM-nek köszönhetően mindig és mindenhol elérhetőek vagyunk. Számítástechnikai berendezéseinket a Toner Plus Kft. Bocsátja rendelkezésünkre. Pénzügyeinket a Szigetvári Takarékszövetkezet, az ország legnagyobb takarékszövetkezete bonyolítja. Weboldalunk elérhetőségét és szolgáltatásait a Program Kft.-nek köszönhetjük. Budapesti forgatásaink alkalmával mindig a Swing Hotelben szállunk meg. Hangtechnikai berendezéseinket a Tajti Music áruházakból szerezzük be.